A szakmai napon az alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sportegyesület elnöke Berecki Attila Szilveszter köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében kiemelte, hogy a program célja, hogy minél több ember ismerje meg növényeinket és állatainkat, valamint természeti kincseinket. 2007-ben alakult az egyesületünk azzal a célral, hogy a Hernád folyó természeti szépségeit feltárja, megóvja, bemutassa. Kulturális programokat szervezünk, minden évben szervezzük a halaknapját, ezt a szakmai napot, amin most jelen vagyunk, nyári túrát szoktunk szervezni, helytörténeti gyűjtőmunkát, madarak és fák napját, ami interaktív jellegű, kivisszük a iskolásokat például egy nagytestű madárfaj uhu gyűrűzésre vagy sasgyűrűzésre. Ezen kívül koncerteket is szoktunk szervezni és különféle kulturális programokat. Ez szakmai nap, amit immár 13. alkalommal rendezünk meg itt a Alsódobszán. Hát a közösségnek a közösségformáló céllal gyűltünk össze. Szeretnénk bemutatni a természetvédelem, kultúra, sport területéről. Szereztünk előadókat, és akkor ők mutatják be előadásokat, amivel szeretnénk a, úgymond a helyi embereknek is felkelteni az érdeklődését a téma iránt. Egy megnyitó következik, ami általában mindig hangszeres hangszereket vagy zenés produkciókat szoktunk szünetekbe, illetve megnyitónak invitálni. Kis Viktor fog harmonikával nyitni, majd pedig Leoszki Krisztián a mai madármentő állomást fogja bemutatni. Vizi Károlyné Munilka pedig a kézműves szappan készítésről fog beszélni, és majd nekem fog egy előadásom következni, a húrnak a terjedéséről fogok beszélni a Hernád folyón. Dél körül lesz egy ebéd, helybesült lángossal fogjuk megkínálni a vendégeket, majd pedig egy óra előtt Molnár Lila fog zongorával ismét nyitni a délutáni szekciót, és utána pedig a 2019-es tevékenységünket fogja bemutatni Dobai Ádám főtitkárunk, vagy a tavalyi programjainkat a egyesületnek. 13 óra 30-tól repülés szárnyak nélkül Barócsi Csaba siklóernyős élményei, és záró előadásunk pedig a magyar második hadsereg felszerelése és fegyverzete, ezt Verbovszki Dániel fogja bemutatni. A megnyitót követően Kis Viktor harmonikás zenés műsorát tekinthették meg a jelenlévők, majd Lehocki Krisztián, a máji madármentő állomás vezetőjének az előadása következett, amelyben betekinthettünk az állomás munkájába. A szakmai napon a jelenlévők megismerkedhettek a szappankészítés rejtelmeivel, amelyet Vizi Károlyné ismertetett kicsit másképpen. A nap folyamán a Molnár Ákos gombafotóiból készített kiállítást is megtekinthették a jelenlévők.